többek között a Kossuth utcában, az orvosi rendelő környékén és a Szabadság utcában, a polgármesteri hivatal körzetében alakítanak ki új megállóhelyeket a közlekedés megkönnyítése érdekében Bátaszéken. Mind a két helyszín nagyon forgalmas az ügyintézés és a betegellátás miatt, és az itt kialakított parkolóhelyek általában kevésnek bizonyulnak, így a sofőrök a biztonságos közlekedést akadályozó módon tudnak csak parkolni. A parkolás tekintettel a növekvő autó létszámra eléggé problémás Bátaszéken. Vannak azért olyan pontok, ami ezeken a pontokon ugye hatványozottabban jelentkezik, hiszen nagy az ügyfélforgalom, akár most itt, ahol állunk a házi orvosi rendelő előtt. Ugye itt akik az ellátást igénybe viszik, azok egy része ugye autóval érkezik, és meglehetősen szűk itt a közterület, és a kialakított parkolók állandóan foglaltak, így hát az úttesten vagy a zöldsávba parkolnak az autók tulajdonosai. Ugyanígy problémás a helyzet a Budai utcán, ahol leállósávban, de gyakorlatilag a napközben teljes mértékben foglalt ez a rész is, és ott is nehezen lehet parkolni. A városvezetés úgy döntött, hogy ennek megszüntetése érdekében régi, rossz állapotú ingatlanokat vásárol meg a csomópontok környékén, aminek helyén parkolókat alakítanak ki. A testület 2020 évben egy parkolási koncepciót tekintett át, és ebben gyakorlatilag ezek a problémás helyek is rögzítésre kerültek, továbbá az is, hogy milyen módon tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Tehát itt az első fordulós tárgyaláskor már szóba került ugye az is, hogy a zöld területek rovására esetleg parkolóépítés történjen, de ez nem került támogatásra. Majd egy következő fordulóban ez a koncepció felülvizsgálatra kerül. Addig is abban összhang volt, hogy ingatlanok vásárlásával próbáljunk olyan szabad területeket kialakítani, amin szabványos méretű parkolókat lehet kialakítani, és akkor ezeket tudják igénybe venni a gépjármű tulajdonosok is, akik parkolni szeretnének. A parkolók kialakításához ingatlan vásárlás az folyamatban van. Itt a Kossuth utcában is várhatóan megvásárlásra kerül egy ház, és annak az elbontását követően lehet kialakítani a parkolókat. Ehhez nyilván terveket is kell készíteni, és építési engedélyt kell a parkolókra kérjünk. A parkolónak a kialakításához ugye továbbiakban is még önkormányzati forrásra van szükség. A tervek elkészítésére, a bontási munkák elvégzésére és effektív a parkoló kialakítására. Ez nyilván attól függ a kivitelezési munkának az elvégzése, hogy az előkészítési költségek, illetve maga az építési költség az melyik évben teremthető elő, melyik évben tudja az önkormányzat erre a forrás biztosítani. A Kossuth utcai ingatlan mellett ugye a Szabadság utcában is vásárolt az önkormányzat egy ingatlant. Mind a kettő vonatkozásában arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb parkolót tudjuk elhelyezni, illetve hát nyilván a mozgáskorlátozottak számára is egy-egy parkolót szeretnénk kialakítani.